Tulajdonképpen a
főre ránkő angyal képének, majd apokaliptikus jelenések sorozata következik a mai evangéliumban, a vakító fehér ruha isteni hatalom közbelépését sejteti, a halál hatalmához szokott ember szívében. Nagy élet zajlik az üres sír körül. Az őrök, akik őrizték a halottat, halálra válnak az élőtől való félelmükben. Az ünnepélyesség, az egyszerű utasítások, jöjjenek, lássátok, menjetek, ahogy előre megmondtam, mind-mind arról szól, hogy a keresztény embernek nem lehet halogatni az időt, a húsvéti hír nem rejthető véka alá, a húsvéti hír többé nem titok, hanem a világ üzenete, a világnak üzenet, a világnak elkivetülő és elfordozandó jó hír. S mégis az ember oly sokszor érthetetlen, mintha újból meg akarnánk halasztani Krisztus magunkban is, és a környezetünkben is, mintha titkolnánk az ő feltámadását, reszkelni, útnak indulni, nagy örömmel, remekben, félelemmel, úgy, ahogy ezt a hülyes sírnál az asszonyok tették. A mi emberi nehézkedésünk húsvét éjszakáján az Isten erejével telik el. Még akkor is, ha valami kozmikus vezény szól üttek a lényen át, ha föl kellene az emberiség temetni a Krisztus, ott van a menetben mind, aki él, jók és gonoszak, hitetlenek hívő. Mind ott vagyunk. Valami kozmikus dobszó veri a taktust, s mindenfelől koncentrikus körökben ömlik az emberiség, temetni a Krisztus. És minden nyelvén a megváltott és visszavártatlanított emberiségnek egy láthatatlan pálca ütemére zuhog az egyetemes ének, temessük el, temessük el. Valahol a kristálytenger fölött, a szék előtt, feszült pinakkal áll az angyal, szemei mint a villám, ruhája mint a hó. Áll, vár és alig-alig győzi kivárni a harmadnak hajnalát. Nem is harmadik igazán. Isten türelme is feszült a pattanásig. Csak egy éj, egy nap, egy hajnali perc, és lendül a szárny, és lebben a kő, és elhangzik a mindenségben, békesség nektek, én vagyok. Amen.